Sziasztok, Ádám vagyok, a te kettőt nézitek, és most egy notebook kiegészítőt fogunk kicsomagolni, méghozzá a Cooler Master NA90-es modellt. Ez egy univerzális notebook töltő. Itt a dobozán többféle infót is látunk, 10 féle töltőfej van hozzá, van egy kis LED visszajelzője. Itt az oldalán, ha megnézzük a dobozt, vannak még fontosabb infók. Egyrészt különböző színekkel van megjelölve az, hogy mely gyártókhoz ajánlott, például a rózsaszín a HP-hoz, a sárga IBM-hez, Lenovo-hoz, a piros az Acer-hez, a narancssárga Acer-hez, Asus-hoz, HP-hoz, Compaq-hoz, BenQ-hoz. Itt egy ebben a szempontból egy egészen széles skálát le tud fedni egészen logikusan, így a színeknek köszönhetően a Cooler Master. A töltő 19 volt, hogy 4,74 amperrel dolgozik, 90%-os energiahatékonysággal, és amint láthatjuk, ez egy EU verzió. A doboz hátoldalán még néhány extra info, itt láthatók egyrészt a töltőfejek, illetve elvileg lesz egy kis szütyünk is a csomagolásban. A dobozból elsőnek sikerült kihúznom magát a töltőadaptert. Ez így néz ki, mint a régebbi hagyományos notebook töltők, elég méretes. Igazából már túl nagy is. Magát a teljesítményét külön nem írja, de az NA90-ből gondolom, hogy egyébként ez egy 90 wattos adapter lesz. Itt tényleg nem nagyon látom egyébként érdekes módon a dobozon ezt feltüntetve, ami egyébként viszonylag egy fontosabb információ lehet. Itt van a kábel, amely fel van csívőve, és egy tépőzáras kis kiegészítő is van rajta, amelynek köszönhetően szépen összeköthető. És itt van a fej, amely láthatjuk érintkezőket nem tartalmaz, két kis lyuk van benne, ennek köszönhetően nem kell félni, hogy esetleg valamilyen baleset történik, mert hozzáérünk a fejhez. Itt egy kis doboz van még a csomagoláson belül. Itt megkapjuk egy zacskóban a fejeket. Kapunk egy tápkábelt, illetve itt van egy gumírozott tartó a fejekhez. Itt látható, tehát az a színes kialakítás, amiről beszéltem, ez például a szürke, itt a fekete, van zöld végezetű, és így tovább. És amint láthatjuk, kicsit a konnektorhoz hasonló, csak éppen fordított elrendezéssel működik ez a dolog. Itt egyszerűen rádugjuk, és így utána a notebookra is rá lehet majd dugni és tölteni vele a készüléket. A kétpines tápcsatlakozó természetesen csatlakoztatva a konnektorba is. Ez volt tehát a Cooler Master NA90-es univerzális notebook töltő kicsomagoló videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!